Szeretettel üdvözlök minden kedves érdeklődőt a mai napon az Országos Széchenyi Könyvtár fényképtárának online bemutatóján. Ebben a történelmi környezetben, a budai várban működik tárunk, és a mai napon szeretnénk önöknek bemutatni gyűjteményünk néhány értékes darabját, internetes tartalomszolgáltatásunkat, a fotóteret, és hamarosan megnyíló új kutatótermünket, amelyben remélem személyesen is üdvözölhetjük egymást. Nem sokára. A budai várban vagyunk. Előttünk a Mátyás kút, Strob Aranyos alkotása. Mellettünk a főőrség frissen felújított és átadott épülete. Háttérben íves kapu vezet az oroszlános udvarba, amely Fadrusz János bejáratot őrző kőoroszlányairól kapta a nevét. Az ív valójában egy összekötő híd, amely a várpalota két épületét köti össze, amelyben bal oldalon a Nemzeti Galéria, jobb oldalon pedig a Széchenyi Könyvtár működik. A hídon, a két épület határán található fényképtárunk új kutatóterme, most oda tartunk. A 7. emeleten vagyunk, és a fényképtárnak ezt az új részlegét az általános olvasóterem felül, tehát a katalógus tér felől lehet megközelíteni. És a folyosó végén látunk egy kinagyított panorámaképet Budapestről, az 1870-es évek elejéről. Ezen át lehet bejutni abba a több funkciós térbe, amelyben többek között analóg fényképészeti technikákat lehet tanulmányozni, vagy könyveket, folyóiratokat lapozgatni, adatbázisokat böngészni, vagy akár a történeti interjútárat is lehet kutatni. Belépve a kápolna térbe, nem is érzékeljük, hogy az oroszlános kapu felett állunk. Sosem volt kápolna. Átjáróként szolgált a Mátyás kút mögötti Zsigmond kápolnába, melynek egyik fülkéjében 1901 és 1944 között a Szent Jobbot őrizték. Innen indultak 1862 és 1944 között az augusztus 20-ai körmenetek a Mátyás templomba és vissza. Zsigmond kápolna a II. Világháború alatt sajnos elpusztult, József Nádor kriptája viszont látogatható a Nemzeti Galéria kiállítása részeként. A kápolnához vezető előtérben rendszeresen szervezünk kiállításokat. A folyosó falain Fénár Tamás tárgyfotó sorozataiból készítettünk egy válogatást, Jelképek Erdején át címmel. Ezzel a kiállítással és egyéb ínyentségekkel szeretnénk megnyitni a kápolna teret a kutatók és a látogatók számára. A bejárat előtti üveges vitrinekben gyűjteményünk értékes relikviáit mutatjuk be. Régi fényképezőgépeket, diamese filmvetítőket. Erre az alkalomra egy nagyon régi, az 1900-as évek legelején gyártott Laterna Magikát is kölcsön kaptunk. Minden felületet próbáltunk kihasználni. A falon látható installációk, a világító diamese film és diapozitív dobozok, vagy a sátortető mennyezetére feszített vászoncsíkok a hangulatfestésen túl a gyűjteményről is tájékoztatják a belépőt. A kutatóteremben dolgozunk mi is. Hogy ne zavarjuk egymást, mozgó paravánokkal választjuk el a kutatóteret a munkaállomásoktól. A munkaterületen szkennerek, világítóasztal és reproállvány is található, amiket alkalmanként majd a közönség is ki tud próbálni. A mozgatható bútorok és paravánok lehetővé teszik, hogy később konferenciákat és workshopokat is tudjunk tartani. Az előtérben található csiga lépcső egy valódi mozigépházba vezet, ahonnan 35 mm-es mozifilmeket tudunk vetíteni. Reméljük, hamarosan már a fényképtár moziban is vendégül tudjuk látni önöket.